kérem azokat, akik ugyanúgy jártak, mint mink, hogy találkozzunk, menjünk, valamit kezdjünk, mert hogyha nem kapjuk vissza a pénzt, de legalább mások ne járjanak így, mint mink. Minden esetben menjenek el, az nem kerül semmibe. Hallgassák meg, mit ígérnek, és miután ezt megtették, mielőtt egyetlen egy dinárt kiadnak erre a célra, kérjenek elérhetőségi adatokat. Egy szlovén cég nevében szabadkai és környékbeli polgárokat vertek át. Közvetítőkön keresztül kínáltak munkát mintegy 300 embernek. Konyhai kisegítőket, fizikai munkásokat, illetve szállodai alkalmazottakat kerestek. Havi 900-1200 eurós fizetést ígértek a jelentkezőknek, akik még az út előtt egy szabadkai közvetítőirodában 9613 dináros hozzájárulást fizettek be az úti költség, illetve az egészségügyi biztosításuk fedezésére. 9-én benne volt a szarába, a másik, a barátnőm, az már befizette neki meg a lányának, és azzal voltunk, hogy ez biztos munka. Megvolt adva egy telefonszám, és azon jelentkeztünk, ahol időpontot adtak egyenként, behívtam bennünket, és tudották velünk a lehetőségeket, mert hogy igazából miről is van szó. Sajnos azért, mert már 5-6 éve munkanélküli vagyok, ha dolgozok, akkor is feketén dolgozunk, nem jelentenek be, akkor éppen mindegy, hogy hol dolgozunk, nálunk vagy külföldön. Mennyire találta gyanúsnak azokat, akikkel találkozott? Rögtön. Néha úgy szervezik meg, hogy hamis okiratokkal, hamis okmányokkal alapítanak céget, aztán az a cég valós cégként gyakorlatilag működik, megszervezi ezt az egész csalást, ezt a látszat munkalehetőséget, az emberektől különféle módon, különféle összegeket begyűjt, és mielőtt teljesíteni kéne az ígéretet, akkor eltűnnek. Sajnos ilyen esetben, mint ahogy említettem, mivel az alapítók valójában nem azonosak azokkal a személyekkel, akik azt alapították, ez egy bűnözői kör, nagyon nehéz a nyomukra bukkanni, még a szakembereknek is, tehát amennyiben ilyenkor rendőrségi feljelentést megteszik a sértettek, illetve az illetékes ügyészségnél feljelentik a csalókat, a hatóságok ellézik a nyomozást, és sok esetben sajnos semmit nem találnak, mert egyszerűen olyan árnyék emberek követik ezt el, akiknek nem tudnak a nyomára bukkanni. Az utolsó megbeszélésen pedig már csak a közvetítők közvetítői voltak ott. Fölhívtuk a gazdát, azt kérdeztük, hol a papír az ajtóról az agencióból, mivel hogy itten semmi papír már nem volt. Azt mondta, hogy biztos leragadt és leesett az a papír. Amikor ugye délután eljöttünk, vissza volt ragasztva a papír, azt mondta, 6 órától 8 óráig jöjjünk el, és itt lesz ő, az a bizonyos Zorán. Közben itten fel volt megint ragasztva a papír, de csak az a lány várt meg bennünket, és nagyon-nagyon sok nép jött itten össze. Közben a népek tovább is fizették nekik, mert biztosított volt a munka. Amikor elkezdtük mondani, hogy ez valahogy nekünk nagyon furcsa, mert egyszerűen hogy lehet az, hogy leragad a papír az agencióról? Hogy lehet az, hogy a gazda nem jön? Ki fogja nekünk ezt biztosítani, hogy ez biztos munka-e? A lány fölhívta a gazdát, és a gazda kijelentette csak nekünk telefonon keresztül, hogyha mi nem vagyunk biztosak abba, 5 perc alatt menjünk el onnan, és szakítsuk szét a szerződéseket, mert ő egyszerűen telefonon keresztül. De abszolút nem akart megjelenni. A hasonló esetek kapcsán az ügyvéd azt is elmondta, hogy nagyon nehéz az elkövetők nyomára bukkanni. A rendőrség sokszor tehetetlen, hiszen a hirdetések feladói gyakran nem is valós személyek. A médiától nem fogják beszerezni ezeket az adatokat. Egyetlen dolog, amit a károsultak megtehetnek, és szerintem meg is kell, hogy tegyenek, tehát vagy ők saját maguk tegyék meg a bűnvádi feljelentést ismeretlen elkövető ellen az illetékes rendőrségi ügyosztályon, vagy pedig forduljanak szakemberhez, aki ezt helyettük megteszi, az illetékes rendőrségi, illetve ügyészségi szerveknél. És aztán függően attól, hogy milyen elkövetői körről van szó, laikusokról vagy profikról, hát vagy megtalálják, sajnos vagy azt kell mondjam, hogy vagy nem az elkövetőket.
A sértettek közül néhányan azért nem vállalták arcukat, mert félnek az esetleges megtorlástól, de szeretnék elérni, hogy mások ne kerüljenek hozzájuk hasonló helyzetbe. Tudok még, hogy...